Várjál, nyomom. Bocsánat, én ide oldalra kérhetném, hogy mindenkit lehalkítsatok, csak engem ne. Nem hallok semmit a többiektől. Köszönöm. Adjon Isten, jó napot kívánunk! Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk, és külön köszönjük a szervezőknek, hogy immáron negyedik éve mindig társak lehetünk ebben a csodálatos rendezvényben, az előkészületekben. És mi ezt tudjuk adni, ezt ajánljuk föl, a zenénket, a szeretetünket, hiszen ők meg a saját energiájukat, családi kasszájukat nem kimélve készítik elő ezt az ünnepet. És én mindig azt mondom, idén is megosztottam, gyorsan le is vették, hogy aki úgy gondolja, hogy ez a mi hazánk, és szereti a nemzetét, annak mindenkinek itt a helye. Ilyen egyszerű ez.
ugyanis Subás barátom szavait kiegészítve, hogyha itt voltatok a Macbeth megbeszélésen, ugye sokaknak nagyon furcsának és vészjósulónak tűnik, amit ő mondott. Most ez az idézőjeles járvány arra volt jó, hogy rájöjjünk, hogy ez igazából messze nem vészjósló ez a valóság, hiszen az eddig háttérben lévő hatalom elég markánsan előre lépett és megmutatta, hogy létezik. És ugye idéznék egy nagyon kedvelt reklámból, hogy az 5G, erről is volt szó a mai nap, megköti a vérben az oxigént, vérrögöket idéz elő, a jövőnk izgalmas. Ready? Ennyi. És most következzék egy dal, amiért itt vagyunk. Egy dal azoknak az emlékére, akik megvédték a Kárpát hazát 907 áldás havában, hőseink és őseink helytállásának állítunk itt emléket. Nem a csata a lényeg, hanem az a hozzáállás, amivel ők kiálltak a honért. Azt hiszem a mai ember tanulhatna tőlük. És nagyon köszönjük az itt szintén jelenlévő Fliszár Mária barátunknak, hogy az ő szövegét énekelhetjük ebbe a dalba. Következzék egy dal a pozsonyi csatáról. Gyermek Lajos, Frank-major uralkodó rendelete. Decretum obros eliminandos esse. Elrendeljük, a magyarok kiirtassanak. 907 áldás hava, ellenünk tölt Európa hada. Gyermek Lajos, meg a többi ura, több ezren jöttek, hogy pusztíts csoda. Thank you.
mi életünk hirdeti diadalmát. Oda, Furulya, Dob, minden. És akkor már Semesbogy Eszter, Gulyás Zsolt, én Budai Gábor. Köszönjük szépen. És ha már hőseink és őseink így megvédték a hazát, akkor fontos, hogy ne engedelmeskedjünk egy olyan szlogennek, ami ellentétes a mai divatossal, ugyanis ugye nagyon terjed az, hogy maradj itthon. Hát 2006-ban nem ezt mondta egy olyan táncos lábúri ember, aki azt mondta, hogy annak, akinek nem tetszik ebben az országban, el lehet innét menni. És akkor született ez a dal, hogy nem megyek el, itt maradok, bennem Isten napja ragyog, bárhogy is tépjen a szél, mosson az eső. Tehát nem megyek el, itt maradok. Szívem hazámért dobog.
Köszönjük szépen! És hát ugye beszéltünk az 5G-ről, ezek után született egy dal, érdemes a szövegére figyelni, hogy látni szeretném még a világunkat olyannak, amilyennek az őseinknél, hogy az őseink korában ismerhettük. Azt hiszem nem kell több komment hozzá. Thank you.
És most következzék egy... Hát próbálunk így a jellemformálás felé elmenni, ami hasonlít őseink jellemére. Ahhoz az úthoz szeretnénk elvezetni mindenkit. Volt egy legenda, Dandamiszos Amizokról, két szkíta harcosról, akik olyan bátorságról tettek tanúbizonyságot, ami a ma emberének mindenképpen példát mutathat. Hiszen amikor az egyikőjüket elfogta az ellenséges perzsa sereg, és a másikuk megkérdezte az ellenséges vezért, hogy mit kér a barátja életért cserébe, akkor gondolkodás nélkül azt mondták rá, hogy a szemed világát, és minden további nélkül ezt átadta, és végül így a megvakított társát, a kiszabadított fogoly vitte át hátán a folyón. Ezeket a barátokat hívták annó háttársaknak, akik vérszerződést kötöttek egymással, és válvetve tudtak akár az életmezején részt venni, akár a csatákon. Úgyhogy azt hiszem, a mai ember példát vehetne róluk, hogy itt sokszor örülünk, ha jó szomszédi a viszony, az iszony, majdnem iszonyt mondtam, és sokkal fontosabb, hogy ehhez az erkölcsöz térjünk vissza. Egy kicsit zavaró ez a zúgás, de ez az aggregátor miatt van, úgyhogy ezt muszáj leszünk most elviselni. Úgyhogy következzék egy dal válvetve címmel. Yeah.
a csapdába egy kép ellenet kép, ott terme ki, és kihagylak bármit is kér majd. Átúszom érted a zúrt folyó, s elfogadom, betartották életük végéig. Igen, annyit mond Herceg Feri barátom, aki egyébként kedden is itt lesz, pozsonyi csata, megemlékezés, ő csinálja legrégebben, 7 óra 7 perckor, tehát ő azt mondja, hogy a másiknak is kivágták a szemét, és végül olyan nagy becsben tartották őket. Még annyit én is hozzátennék, hogy ugye így nem kellett emberáldozat, meg csata, hanem a perzsák annyira megijedtek, hogy két szkíta arcos ekkora hősiességet visz hétre, hogy inkább elmenekültek, úgyhogy nem volt felesleges az áldozat, ha lehet ezt mondani. Tehát, ez mi? Szóval, visszatérve ahhoz, hogy ugye vannak olyan népek, akik csak kizsigerelik földanyánkat, és vannak olyanok, akik tiszteletben tartják, harmóniában élnek a természettel. Az a gond, hogy akik ide akarnak jönni a mi országunkba, azok éppen a másik tábort gazdagítják, ha lehet így mondani. Tehát ők nem tisztelik földanyát, csak a pénz, a kamatlába hatalom számít, és valószínű, hogy sajnos meg kell, hogy mondjam, azt tervezik, hogy az elcsatolt ország részeket is csak akkor adják vissza, amikor már nem mi lakunk itt. Ezt mi nem szeretnénk azért annyira. Ugye egyébként lehet itt aláírni, aláírásgyűjtés történik ott hátul, az elcsatolt ország részek ügyében. Na, szóval szóljon egy dal, földanyánk! Egy külön nap. Hát, igen, nem papírba meg ilyesmi, szabad lelked, nem szükséged így hadd másra, hisz benned él az ő országa. Ez itt az ő országa.
Földanyától kaptad a testet, jó atya, bújj belé lelket. Nincs szükséged még egy házra, hisz benned él, ha az hű egy háza. Ez itt az hű egy háza. És hát biztos ismerős az az érzés nektek, mikor keressük az életfeladatunkat, és nem találjuk. És akkor jönnek az akadályok, megpróbáltatások, és amikor megtaláljuk, akkor mintha égi segítség jönne mindenhonnan. Tehát ezért javaslom, hogy az úttalan utakat megjárva találjuk meg azt a vezérlő csillagot. Úttalan utakon! Oh.
És ha már tiszteljük földanyát, akkor nagyon fontos, hogy minél közelebb legyünk a természethez. Egy gyönyörű vers Semes Bogya Eszter dallamára, Savanya István versét tolmácsolnánk most nektek, Fák csendje címmel. Én úgy elemeztem, hogy ez arról szól, hogy a természetben élő ember mindennapos rácsodálkozása a környező anya természet gyönyörűségére. Tehát fák csendje. Fák csendje hápol, vízfénnyel fürdet, balzsamom egy zapor, békességet ültet. Köszönjük, és koncertünk csúcspontjához érkeztünk. A legfontosabb téma az a híres nevezetes női minőség, ami ugye az utóbbi pár ezer évben elveszni látszik. A férfi erő uralja a világot, és nem túl jól. Ugye a Kárpát-medencébe élt még bőven István előtt egy nép, a mi őseink, akiknél férfi és nő egy volt. És épp ezért volt a pozsonyi csata, épp ezért volt minden törekvés az elpusztításunkra, hogy ne ez az életforma, ne ez az életfelfogás terjedjen el, amikor még Bizáncba, Rómába ugye nem éppen emberségesek voltak a körülmények, itt egy igazságos társadalom működött. A mai napig az ősi népekben, az ősi népek kultúrában ez csípi a szemét a hatalomnak, ezért pusztultak el az indiánok, a kelták, ezért próbálnak minket is leradírozni a térképről, de ugye nem így lesz, nem hagyjuk. Tehát következzék, így van, egy dal a női minőségről, ugye a hunkultúrában a férfi minőség, a nap, a női, a hold. Ezért adtuk ezt a címet a dalnak, hogy a hold dala. Addig nem megyünk sehova, amíg kicsik nagyok, nem tapsol mindenki. Bizony! Köszönjük szépen!
szólt bősidőben, a tisztán csendül a szó. Ismét értjük egymás nyelvét, hogy újra dagol a hó. Villövődben zengő célus hangja értünk szól. Rajtunk hall, hogy messze még ében, hogy újra dagol a hó. Lehet tapsolni. Mindenki, itt maradunk addig, nem megyünk sehol. Köszönjük szépen a biztató tapsot, nem megyünk még sehova. Utolsó dalunk következik, amit érdemes együtt felállva énekelnünk, egy ősi himnusz. Én Tolcsvai Béla bátyánktól hallottam először. Legyen úgy, mint régen volt. Thank you.
legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak, adjon Isten a magyarnak, két kezével boldogítunk minden jót. És legyen úgy, mint régen legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak, adjon Isten a magyarnak, két kezével boldog égből minden jó. És legyen úgy, mint régen. A magyarok jó Isten áldjon meg mindannyiunkat. Semes Bogya Eszter ének, gitár, dallamok, versek, György László, hát nem is tudom elsorolni.